Folyamatosan érkeztek a diákok maszkban a szekszárdi Baka István általános iskolába. Az alsó és a felső tagozatosok külön bejáraton léphetnek be az intézménybe, ahol a kezüket lefertőtlenítik. Október 1-től a gyerekek hőmérsékletét is megmérik a kapuknál, a dolgozók felváltva végzik ezt a feladatot. Az iskola vezetése is részt vesz a reggeli beléptetésben. Parra Katalin iskolaigazgató azt mondja, a szülők tájékoztatásának együttműködésének is köszönhető, hogy eddig nem akadt fenn senki a reggeli protokollon, vagyis egyetlen tanuló sem érkezett lázasan az iskolába, és tömeg sem alakult ki, mert reggel 7 órától 3-8-ig folyamatosan érkeznek a tanulók az intézménybe. Reggeli mérés során még nem küldtünk haza senkit, a szülőket tájékoztattuk előtte, hogy mi lesz. Én köszönöm a szülőknek, hogy betartják a szabályokat. Napközben sajnos volt már több betegünk, ahol értesítettük, elkülönítettük a gyermeket, értesítettük a szülőt, érte jött, és a gyermekorvosok is úgy gondolom, hogy nagyon megfelelően és nagyon lelkiismeretesen végzik a dolgukat, tehát még egyelőre szerencsére iskolánkban koronavírusos gyermek nem volt, meg felnőtt sem. A diákokon, tanárokon kívül senki sem léphet be az iskolába, csak külön engedéllyel. Októbertől az étkezési díj befizetése sem az oktatási intézményekben történik, hanem a szekszárdi önkormányzatnál kijelölt időpontokban lehet rendezni a tartozásokat, vagy át is utalhatják a pénzt a szülők. A szekszárdi Garai János általános iskolában is két beléptető ponton mérik a gyerekek hőmérsékletét október 1-től. Itt nagyjából 3/4 órát vesz igénybe reggelente az ellenőrzés, amiben napi váltásban az iskola valamennyi dolgozója részt vesz. Ugye technikai dolgozókat is bevontuk ebben, akik nagyon készségesen segítettek nekünk, úgyhogy szerintem zökkenőmentes a reggeli hőmérőzés nem okozott fennakadást eddig az intézmény életében. Ebben az iskolában sem találtak eddig egyetlen lázas diákot sem. Ha azonban egy gyerek testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a 37,8 Celsius fokot, főszabály szerint egy rövid pihenő után meg kell ismételni a mérést, és ha akkor is eléri a határértéket, a többi tanulótól elkülönítik és azt javasolják, hogy hagyja el az iskolát. Erről a szülőt is értesítik. Bár ezekben a szekszárdi intézményekben nem találtak koronavírusos gyereket és tanárt sem, más iskolákban találtak fertőzöttet. Értesüléseink szerint a Tolnai Vosinszky Mor általános iskola alsó tagozatán is felbukkant a vírus. Az egyik pedagógus fertőződött meg. Ez miatt két osztálynak karanténba kellett vonulnia.